folytatta tovább a műsorunkat. Mindahogy tudjátok, eukarisztikus hét lesz szeptemberben, és Kis Ágnes elment a sajtókonferenciára, és szenzációs embereket szólaltatott meg. Ágikám, vidd a szót! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt Kis Ágnes vagyok. Itt vagyok a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus bevezető sajtótájékoztatóján, és ahogy azt talán többen tudják ugye a hírekből, hogy vannak önkéntes hírnökök, és az egyik önkéntes hírnök állít velem szemben, Kuzmányi István, aki azt kérném egy kicsit, hogy egy pár szóba mondja el, hogy ő kicsoda, és hogy került arra sor, hogy ő egy ilyen önkéntes hírnök lett. Hát kezdem a végén, hogy kerültem bele, azt magam sem tudom. Ugye a munkámhoz lehet azért közel, ugye a Magyar Kurírnak és az Új Embernek, ugye Magyarország katolikus portálja és katolikus heti lapjáról beszélünk, annak vagyok a főszerkesztője, és úgy alakult pont a pandémiás helyzet miatt tavaly, hogy amikor meghirdették az első nagy lockdown, tehát le kellett zárni mindent, akkor bajba kerültünk, mert sokan úgy értelmezték, hogy a templomokat is be kell zárni, miközben a püspöki rendelkezés csak arról szólt, hogy nyilvános istentiszteleteket, szentmiséket nem lehetett bemutatni, és akkor találtunk egymásra az önkéntesekkel, akik már akkor jelen voltak a NEC-nek a szervezésében. Igen, akkor még azt kérném, bocsánat, tegeződésért, mert elárulom ismerjük a hallgatóknak, hogy korábbról ismerjük egymást, hogy három olyan dolgot mondjál, amit így a hírnöki tevékenységet folyamán, te az elmúlt három évben, gondolom, hogy három évben, nagyjából, szűk két évben véghez vittél. Hát olyan óriási dolgokat nem tudok azért mondani, de hát a már említett... Hogy kinek beszéltél ilyesmiket? Hát az országon belül többször volt, hogy kértek, hogy különböző alkalmakkor tegyünk tanúságot. Most például egy biztosan eszembe jut, mert legutóbb egy pár hete voltunk Szegeden, ahol a látogatóközpontot töltöttük meg, és egy másik önkéntes társammal, Afrikával, Fodor Réka doktornővel az afrikai misszióról beszéltünk. Ő effektíve arról, amit csinál. Jó magam pedig azért kerültem bele a képbe, mint önkéntes hírnök, mert hogy a Kuríron és az Új Emberen keresztül tavaly tartottunk egy Szent Márton napi gyűjtést, aminek hát csodaszerű vége lett, hiszen az olvasók jó szívűségéből több mint 150 millió forint gyűlt össze ebből az alkalomból. A egyéb alkalmakon pedig voltak különböző szentmisék, voltak különböző videók, voltak különböző közösségi médiákban való megkeresések, vagy ott is tanúságtételek, amikor próbáltunk akár gimnazistákat, akár egészen a szépkorúakig mindenkit bevonni abba, hogy minél többen jelentkezzenek önkéntesnek a világeseményre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Az Eucharisztikus Kongresszus önkéntes hírnökeiről ugye már beszéltem, és itt áll velem szemben egy valaki, akinek ha a nevét elmondom, akkor mindenki fogja tudni, hogy kiről van szó, Miklósa Erika. Most a munkásságáról nem faggatnám, mert az nyitott könyv mindenki számára, de erről a hírnöki feladatról, ez pontosan mit jelentett ez az elmúlt két évben, három évben? Hát már most már második éve, igen, hiszen ugye 2020-ban sajnos a pandémia miatt elmaradt a kongresszus, de én azért kicsit örülök, mert én szerintem így még jobban eléri a célját ez az egész üzenet, amiről ez szól, hiszen szinte rákényszeríti az embereket arra, hogy magukba szálljanak mélyen a lelkük szívük bugyraiba, és átgondolják az életük egyáltalán, miről is szól, mi az értelme az életüknek, egyáltalán a hit milyen szerepet játszik az életükben, és itt nem csak arra gondolok, hogy vallásilag, hanem úgy egyáltalán. Úgy gondolom, hogy ez az egész dolog, és az, hogy itt van Magyarországon, ez nagyon sokat jelent nekünk is, a nemzetnek is sokat jelent, és hogy amikor ez történik, tehát azért elég viszontagságos, akár a történelmet nézem, akár a mindennapokat a társadalmi szinten, egyáltalán az egyén szempontjából. Szóval én nekem ez a hírnöki feladat egy olyan kiteljesedés, amit eddig csak egy ilyen pici mikroszinten gyakorolhattam, de azt hiszem, amikor egy nemzetet kell képviselni, egy nemzetet kell hírnökölni, és az embereket ösztönözni arra, hogy egyrészt az önkéntesség mennyire jó, egyrészt a hit az milyen sokat jelenthet számunkra egy olyan kapaszkodó, ami a mindennapokban is nagy segítség lehet. Szóval ez egy nagyon összetett és nagyon szép feladat.
És hát meg is vagyok 60, keresem a szavakat. Lehet, hogy olyan teljesen összevisszaságnak, kuszaságnak történik, amiket mondok, mert annyira megható volt itt az egész sajtótájékoztató. Bíboros úr, Erdő Péter Bíboros úr megtisztelt minket jelenlétével, és ez nagyon sokat jelent, azt hiszem mindannyiunknak. Kaptunk egy gyönyörű oklevelet, amit itt szorongatok a kezemben, el nem engedem. Szerintem még a Kossuth díjamat sem szorongattam ennyire, mint ezt a elismerő oklevelet, hogy segítettem a kongresszusnak a tündöklését, mert ez az lesz, ez tündöklés lesz, és biztos vagyok benne, hogy a Jóisten mosolyogni fog. Úgy legyen, de még egy pár példát hallhatnánk arra, hogy ez a hírnöki feladat, ez mit jelentett? Ez sok riportot jelentett, közösségek megkeresését, szóval pontosan mi volt? Semmi, ugye az önkéntesség, ugye én önkéntesként is, tehát nem csak hírnök vagyok, hanem önkéntes is, önkéntes nagykövete is, olyan több legyet egy csapással, mert az egy dolog, hogy valaki hírnök, és akkor szerepe a képe, meg néhány nyilatkozata, de én vállaltam feladatokat is. Tehát egy-egy fellépést, vagy éppen egy konferencián megszólaltam, vagy mit tudom én, nyilatkoztam, buzdítottam embereket az önkéntességre, meg egyáltalán. Meg hát természetesen a Pápa Szentmise előtti koncerten is fogok énekelni, és ezt természetesen mind grátis tettem. Úgyhogy én már egyébként is, én a Nemzetközi Önkéntesség évében is vállaltam feladatokat, de most, hogy a Magyarország Önkéntesség éve van, és van ez a kongresszus is, itt most ez egy ilyen nagyon koncentrálódott dolog volt. Tulajdonképpen, hát ennyi, ezeket csináltam meg, hát remélem, hogy még azért ez nem csak eddig szól, hanem hogy ez a kapcsolat megmarad, és hát továbbra is majd szolgálatba lehetek. Az én nagymamám, tehát aki tulajdonképpen megköszönhetem azt, hogy hiszek, hogy Jézussal, a Jóistennel valamilyen ismertségben vagyok, meg jó barátságban. Neki köszönhetem, vajdasági származásúak vagyunk, és Szabadkán nagyon sokat jártam templomban a nagyékkal, és hát tulajdonképpen most fogtam föl, hogy az, amit én most természetesnek érzek, az egy nagyon, nagyon is tudatos dolog volt az én nagyszüleim részéről, hiszen láttatták, éreztették velem azt, hogy mennyire fontosak a karitatív tevékenységek. A nagymamám nagyon komoly karitatív tevékenységeket folytatott, gyerekeket nevelt, segítette a Szabadkai Katolikus Egyházat, szóval nagyon sokat volt szolgálatban, és én ezt mind láttam, és ott voltam, és vitt magával, és hát nem véletlen, hogy örökbe fogadtunk gyermeket, nem véletlen, hogy én itt vagyok, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen az életem nagy része, és majdnem hogy a jelentős része erről szól, hogy szolgálatban legyek. Nagyon szépen köszönöm, és akkor talán a hallgatónk nevében is kívánhatok sok sikert, akár a hitbélit, akár a művészi tevékenységéhez. Köszönöm. Nagyon köszönöm, minden jót kívánok. És a következő kis beszélgetésünk az Eucharisztikus Kongresszus során egy világszenzációról fog szólni, méghozzá a roma miséről. Ez, hogy roma mise, ugye az azt jelenti, hogy lovári nyelvre lefordították a liturgiát, illetve egy zeneszerző, akiről majd megemlékezünk, írt dallamokat, és aki velem szemben áll, az Lakatos György, aki ennek az egész eseménynek a szervezője és koordinátora. És azt szeretném kérdezni, hogy ez hogy merült föl egyáltalán, ez, hogy roma nyelvre, cigány nyelvre, lovári nyelvre lefordítják ezeket a liturgiákat? Miért fontos ez? Kinek az ötlete? Hogy volt ez? Ez az egész dolog úgy történt, hogy 2018 karácsonyán dr. Erdő Péter bíboros prímás oda lépett hozzám, és akkor ezek a liturgikus tételek már le voltak fordítva lovári nyelvre. Zajlottak a készülések az eukarisztikus kongresszusra, és abban maradtunk bíboros atyával, hogy ezek a lefordított tételek legyenek megzenésítve. Akkor most mondjuk be a zeneszerző nevét. Olá Patrik a zeneszerző, akit én tanítottam. Így nem zeneszerzésre, hanem kamarazenei tanulmányokat folytatott nálam, de már akkor is írt kisebb-nagyobb zeneműveket, többféle klasszikus zenei felfogásba. Tulajdonképpen a baroktól a 21. századig terjed az ő repertoárja, úgymond. Ő egyébként egy nagyon fiatal ember, 23 éves, igen, ugye? Igen. Tehát igen, egyszerűen igen. Zseniális, igen. Ez valóban így van, de hát ki kell használni az adódó lehetőségeket.
és még egyszer hangsúlyozom, hogy én ismertem az ő munkásságát, úgyhogy nem volt kérdéses, hogy kit kérek fel erre a feladatra. Jó, akkor a fellépők, vagy a közreműködőket egy kicsit, hogyha bemutatná nekünk. Talán olyan nagy bemutatásra nem szorulnak, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szerintem mindenki ismeri, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi viszonylatban nekik van egy kamarazenekaruk, a Migrációzó Kamarazenekar névre hallgat. Tovább a Belvárosi Ferences Kántorátus, őket is ismerheti a kedves közösség, hiszen nem csak vallási eseményeken, hanem világi rendezvényeken is fel szoktak lépni. A két szólistánk, Takács Nikolasz és Szőke Nikoletta, ők talán még kevésbé szorulnak bemutatásra, ugyan más műfajból jöttek, de az ő szakterületeiken kimagasló zenei pályafutással rendelkeznek. Van egy Lisdíjas szimbólumművészünk, Farkas Rózsa személyében, és aki az egészet összefogja zeneileg, az nem más, mint Alpaszlan Ertünge Alp, egy török származású, kiváló karmester, ő is tényleg nemzetközileg elismert, és több világsztárral dolgozott együtt. És arról volt szó, hogy ugye ez egy világszenzáció. Mi a világszenzáció? Mit jelent ez mondjuk a roma vagy a cigány közösség számára, hogy egy ilyen misétben ők is előállnak az ő művészetükön belül? Ez mit jelent? Azt hiszem nem a roma közösségnek, nem csak a roma közösségnek jelent ez sokat, hanem az emberiségnek. Ugyanis, ahogy Biboros atya említette, eddig ilyen még nem volt. Emlékszünk olyan időkre, amikor latin nyelven zajlottak a misék mindenhol tulajdonképpen. Aztán az országoknak megfelelően le lettek fordítva bizonyos nyelvekre. Most ennek a szép csoportnak úgymond, aki oly sok minden kulturális dolgot adott a magyar és a nemzetközi társadalomnak egyaránt, és erre a szép nyelve lett lefordítva. Ez is specialitása, és hát a megszólaló zene is, mert ez egy nemzetközi rendezvény. És ha már a rendezvény nemzetközi, akkor azt mondtuk, hogy a zene is legyen az. Tehát itt nem csak cigányzenei elemekkel találkozhat a kedves hallgatóság, hanem mindenféle Európában honos, úgymond, zenei vonallal. Értem ez alatt a dallamvilágot, a ritmikát, azt a fajta atmoszférát, amit egy zene tud jelenteni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. És sok sikert a bemutatóhoz. Reméljük, így lesz. Eperjes Károly áll itt velem szembe, akit szerintem nem kell bemutatni senkinek, és ugye ő is egy hírnöke az eseménynek, és ami még érdekes, hogy egy filmet is rendezett nem olyan régen, ami annak a bemutatóját, amit itt hallottam a sajtótájékoztatón, elhalasztja emiatt az esemény miatt. Ebből az következik, hogy ez a hírnöki feladat, ez nagyon fontos az ön számára. Pontosan ez mit jelentett, milyen típusú feladatokat vállalt az elmúlt két évben talán? Én nem vagyok hírnök, nem kértek fel rá. Én Maszek hírnök vagyok. Maszek hírnök, ez is jó. Én azt vállaltam, hogy az Eucharisztikus Kongresszussal elkészítem a magyar szerzetes rendek szétveretéséről a filmet, ami 1950. június 8-án egy éjszaka 11.800 szerzetes likvidáltak, kórházakat, egyetemeket, iskolákat, gimnáziumokat zártak be, és vittek táborokba szerzeteseket, nőket, férfiakat. Erről készítettünk egy filmet, szép film, megy a Vatikáni Filmfesztiválra, nevezzünk vele, és november 4-én bemutatjuk. De én annyira fontosnak tartom, annyiféle furcsa polémia volt itt a Eucharisztikus Kongresszus, meg a pápa jön, nem jön, most még egy figyelemmel terelő legyen, nem. Járjanak az emberek szentmisére, járjanak a Eucharisztikus Kongresszusra, ne vegyük el Jézuskáról a figyelmet, majd mi bemutatjuk az Eucharisztikus Kongresszus után annak füstjén a filmet. Ez volt az oka, hogy én, aki azt mondtam, hogy elvállalom, hogy ez meg lesz az Eucharisztikus Kongresszusra, látván ezt a furcsa polémiát, amivel támadták a pápát is,
az euharisztikus, meg ez a Covid, meg minden, látom, jobb, ha ezt úgy, most nem a filmre tereljük a figyelmet. Majd az utána. Majd az elvészi a Magyar Passió néven fog majd menni, igen. Igen. És akkor mondta, hogy Maszek hírnek volt. Milyen tevékenység? Azóta is mindennapos szentáldozó. Igen. Ennyi a hírnökség, és akkor innentől többet nem tudok kitalálni. Jó, akkor tovább nem fogadom, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm, ez egy csomó. Ágegem, hálás köszönetem neked, és bevallom őszintén, hogy nagyon irigyellek téged, a sűrűjébe vagy benne.